Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Egy csodálatos helyszínen beszélgetünk Ódor Jánossal, a Vasinszky Mór Megyei Múzeum igazgatójával, arról, hogy vajon milyen a Megyei Múzeum beágyazódása, milyen munkák folynak a háttérben, mennyire a jéghegy csúcsa az, amit a látogató itt lát, és mennyire van mögötte erős, folyamatos szakmai munka. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Igazgató úr, mennyire van az ön megítélése szerint beágyazódva a múzeum a város és a megye kulturális életébe? Merném azt remélni, hogy jelentősen, tehát hogy számon tartják, és a helyben tudják, hogy a múzeum létezik, ráadásul nem csak egy kiállítási egységgel, itt a múzeum főépületével. A Vasinszky Mór Megyei Múzeum megyei hatóköri városi múzeum a besorolása szerint, ami annyit tesz, hogy az ország 19 megyei múzeumának az egyike. 1895-ben alapították, pont jövőre, illetve bocsánat, most már idén lesz 125 esztendős, és ezt igyekszünk is majd méltó módon megünnepelni. De ez azt is jelenti, hogy ez az elmúlt időszak részben egy fejlődés eredményeképpen kialakult az a struktúra, ami ma jellemzi, tehát hogy kiállító helyeket csak Szekszárdon, a megyeszékhelyen működtetünk, 2013 óta, amióta Szekszárd megyei jogú város fenntartásába került át az intézmény, ellenben a feladatainkat egész Tolna megyében ellátjuk. Na most ebből adódóan, tehát gyűjtést vagy a régészeti szakfeladatellátást tekintve, bármilyen más területen is, a gyűjtés vonatkozásában néprajz vagy újkortörténet, mi egész Tolna megyébe végezzük. Úgy gondolom, hogy emiatt a megyében önmagában is ismerhették, ez az elmúlt 125 év azért kötelezés minket is, hogy ezeknek a törvény által előírt feladatoknak megfeleljünk. Tehát a múzeumnak van egy alapfeladatrendszere, ami azt jelenti, hogy a kulturális örökség elemeit gyűjti, megőrzi, és lehetőség szerint minél szélesebben, több rétegűen bemutatja a nagy közönség számára. Annak az egyik ilyen megjelenítési formája a kiállítások. És hát ezek az állandó kiállítások, amik most jelenleg a múzeumnak a működésében találhatóak itt a Vasinszky Mór Múzeum főépülete, Szent István téren, a Vármegyeházi kiállítások, Béla Király téren, illetve van az irodalmi két kiállítóhelyünk egymás tőszomszédságába, Babits utcába, Babits Mihály szülőháza, illetve a Mészöly Miklós emlékház. Mit tapasztal az emberek fejében, mennyire egységes ez a rendszer, hogy a Vármegyeházára megyünk, vagy a Babits házba megyünk, az az emberek fejében a múzeum? Azt gondolom, hogy ez azért nem teljesen van így az emberek fejében. Nagyon sokan ismerik külön, hogy Babits ház, vagy az, hogy megyeházán is vannak kiállítások. Nem feltétlen mindig kapcsolódik ez össze, hogy ez egy múzeumi rendszernek az elemei tulajdonképpen, de mi a kommunikációnkban, illetve kifele, amit próbálunk közölni magunkról, mindig az egységesség jegyében tesszük azt, tehát az, hogy a Vasinszky Múzeumnak a Babits emlékháza, vagy a Vasinszky Múzeumnak a vármegyeházi kiállításai, maga a honlapunknak a struktúrája, felépítése is ezt a négy kiállító helyre osztja szét, és például az ott folyó múzeumpedagógiai munkákat, ami külön van Babits ház, megyeház a múzeum főépületében is, igyekezünk profilálni, tehát az adott kiállítások, állandó kiállításokhoz felépíteni. Tehát ez azt jelenti, hogy részben van egy önálló profilja is ezeknek a kiállító helyeknek, de másrészt mégiscsak egyfajta szakmai egységesség jegyében a megyei múzeum keretében történik ott munka. Próbáljuk magyarul ezt a dolgot így egységesen tekinteni. A megyei hatókört mondta az előbb, ez azt jelenti, hogy a Vasinszky Mór Megyei Múzeum valamilyen módon fennhatósággal van a megyében működő többi múzeum fölött? Szakmai ellenőrzési feladataink vannak a jogszabályok értelmében, tehát mi nem vagyunk főnökei egyik-másik múzeumnak sem. Sajnos Tolna megyében viszonylag kevés múzeumi egység található, Bonyhádon, Pakson, ezek talán az ismertebbek, kiállítóhelyekből azért már több
található Simontornyán, Dombóváron, illetve nagyon sok tájház van kisebb településeken is, viszont nekünk ezeket a kiállítóhelyeket, tehát amit a minisztérium nyilvántartásában szerepel, minden évben látogatnunk kell, már olyan értelemben, hogy szakmai szinten meg kell vizsgálnunk, hogy az ottani állapotok mennyire stagnálnak, javulnak, és ezeket jelenteni kell. Ellenben állam ezt a múzeum irányába dotálja, és tehát a költségvetésünk egy része állami forrásból zajlik. Ugyanez igaz a régészeti szempontból a szakfeladatellátásra is, tehát ha a megye területén valamilyen régészeti munka adódik, akkor arra az illetékességből a Szekszárdi Múzeum jogosult. Ez egy érdekes kérdés, ha már az ásatásnál tartunk. Az többször előfordult már, hogy találtak valamit, és gyorsan oda kellett volna mennünk ahhoz, hogy azt föl tudjuk venni. De ha éppen nem volt időnk, akkor az volt, hogy akkor sajnos betemetjük. Szóval, hogy kinek van joga, és milyen alapon választódik az ki, hogy hol kezdünk el ásni? Intézmények végezhetnek feltárásokat, nem csak Tolna megyében, Szekszárdon, hanem az egész ország területén. Tolna megyében mindig, vagyis hát az adott megyékben mindig az illetékes megyei hatókörű múzeum a szakfeladatellátó, de van azért országos múzeum is, illetve országos intézmények is, akik bárhol végezhetnek, de azok inkább tervásatásokat. Kétfajta ásatás létezik, az egyik az úgynevezett tervásatás, amikor egy konkrét szakmai cél érdekében egy konkrét lelőhelyet valamilyen szempontból vizsgálnak, illetve van a beruházásokhoz kapcsolódó úgynevezett megelőző feltárások, amelyet egy engedélyezési folyamat révén eljut részben a kivitelező, részben a múzeum tudomására, hogy a nyilvántartott régészeti lelőhelyek közül annak egy bizonyos részén kell mondjuk feltárást folytatnunk. Hát ilyen egyik egy legismertebb fajtája az autópálya feltárások, ami nálunk mondjuk így a 2010-es évek megelőző években zajlott mondjuk az M6-os autópálya nyomvonalán. Ott minden egyes alkalom az autópálya nyomvonalának a szélességébe, az adott lelőhely egyes részeit tártuk fel, de azon a nyomvonalon kívül nem mehettünk. Szóval ez a fő különbség a kettő. Létezik ilyen, hogy ásatási terv? Hát tudományos kutatási terv van minden gyűjtemény, illetve minden muzeológus vonatkozásában, ha és amennyiben, most főként ezt pályázati úton tudnánk tervásatásokat végezni, amelyek azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy jelentősen beszűkültek az elmúlt időszakban, tehát nem olyan könnyű tervásatásra pénzt szerezni, inkább egyfajta ilyen kooperáció eredményeként más intézményekkel, tanszékekkel összefogva tudnak ezek javarészt megvalósulni. Viszont a régészeti feladataink nagy része ez az úgynevezett megelőző feladatellátás, vagy annak egy speciális válfaja, a ellenőrzés, tehát amikor konkrétan mondjuk egy kábelt, árkot ásnak, és valóban sokszor gyorsan vissza kell temetni, akkor ott a régész munkatársak elvégzik a felügyeleti munkát, és ha szükséges persze az aktuális dokumentációs feltárás tevékenységet. Olyat is többször tapasztaltunk már, hogy azt mondták egy ásatás kapcsán, hogy ezt a területet, vagy ezt a lelőhelyet már egyszer 10-20-30-40 éve valaki egyszer elkezdte kutatni. És aztán x idő múlva a mostani régész újra visszamegy és tovább kutat. Ez hogy működik? Hát ennek is nagyon sokféle fajtája van. Eszembe jut például a Szekszárdi Ipari Parknak a története, ahol a 60-as, 70-es években laktanya, meg ilyen raktár, katonai raktárbázis működött. Annak a külső oldalán Rózner Gyula feltárta az első Tolna megyei Avar falunak a maradványait, de csak kívül. Tehát a domnak az a része, ami nem került beépítésre, az egy tervásatás volt például. De aztán, ahogy az idő haladt előre, ez a terület kiderült, hogy ipari parknak kiszemelték, illetve átalakították. Na most ott is a különböző beruházásokhoz, útépítésekhez, gázvezeték fektetésekhez kapcsolódóan nekünk már megelőző feltárásokat kellett végezni, mondjuk az első ásatásokhoz képest 30 évvel később, vagy akár még több idő elteltével szól. Ilyen nagyon sok esetben van. Az nem azt jelenti, hogy pont ugyanott és ugyanazon a helyszínen, hanem mivel egy-egy lelőhely akár hatalmas nagy területű is tud lenni, ezért előfordulhat, hogy különböző időszakokban is kutatják. És olyan is van, hogy egy kutató foglalkozik egy területtel vagy egy korszakkal, tudja, hogy ott valami lelőhely van,
és a saját kutatása vagy a saját területe továbbfejlesztése érdekében azt mondja, hogy ő visszamenne oda. Igen, olyan is van, hogy egy megelőző feltárásból növi ki magát egy tervásatás. Az én praxisomban is volt, én 5. századi germánokat kutattam, illetve foglalkozom velük, hogy Mős határában például az M9-es út leletmentő megelőző feltárását követően tervásatás keretében fejeztem be például annak a közösség telepének a feltárását. Szóval azért mondom, ennek nagyon sokféle fajtája. Mennyire a múzeumi munka Jéghegyének csúcsa maga a múzeum? Hát amit a közönség lát, az valóban, hiszen ahogy említettem, a múzeum alap tevékenysége ez a gyűjt, megőrizés, bemutat, tehát az első két folyamatból nagyon keveset látnak a látogatók. Ezért is vannak olyan rendezvényeink, ami igyekeznek egy picit bepillantást engedni a kulisszák mögé, tehát itt a múzeumok éjszakáján, vagy fordított napokon, amikor a látogatók olyan helyre is bemehetnek, ahova amúgy nem restaurátor műhelybe, vagy padláson lévő embercsontraktárba, tehát vagy az irodákban, éppenséggel, hogy mert hogy ott is, hogy milyen munka folyik. Az egyik példája például, amit a közönség általában, vagy nagy valószínűsége nem tud, hogy nagy raktárakkal rendelkezünk, mert hogy a Szekszárdi Múzeumnak 750 ezeres műtárgyállománya van, ami állami tulajdon, illetve most már részben az új fenntartónk Szekszárdváros tulajdonában áll, a múzeum azt csak kezeli, ennek csak töredékét tudjuk bemutatni az állandó vagy az időszaki kiállításonkon. Ellenben nekünk ezeket a műtárgyállományt ezt kötelező megőriznünk a jövő számára, méltó körülmények között lehetőség szerint, és emiatt több nagy raktárral is rendelkezünk, Szekszárdon itt a Totév telepen például. Van egy raktárunk, ami Faddon egy régi kúria épült, ami nagyon rossz állapotba került, és ott olyan textilanyagot, egyéb szerves anyagokat tárolunk, hogy onnan muszáj, hogy elköltöztessük. Tavaly évben ez hatalmas nagy feladatot rótt a múzeum dolgozói számára, muzeológusokra, gyűjteménykezelőkre, restaurátorokra. Ugye ez nem annyira nyilvános, de mégis ez egy hatalmas nagy munka volt, ami idén folytatódik, és ráadásul újabb feladatokat is generál, mert az amúgy is tele lévő raktárainkra már nem tudjuk tovább terhelni, ezért most új raktárépületet kell, hogy kerítsünk valahonnan. Nyilván a múzeum működésének egyfajta mérőszáma a látogató, vagy az egyik leginkább mérhető mérőszáma a látogató szám. Hogy alakult ez? Hát 2019-ben több mint 55.500 főre nőtt a látogató szám, ami az előtte 2018-as évhez képest több mint 10.000 fővel növekedett, ami azt gondolom egy nagyon nagy szám, nagyon nagy eredmény. Ez egyenes következmény, úgy gondolom, annak a szemléletnek, hogy próbálnánk az intézményt egyfajta nyitott térként, közösségi múzeumként működtetni, aminek jegyében nagyon sok programot szervezünk, tehát nem csak a kiállításokhoz kapcsolódó, hanem különböző rendezvény sorozatot fogadtunk be, illetve indítottunk útjára. Tehát ez mindig állandóan kísérletezünk is, illetve ami jól működik, azt természetesen megtartjuk. Úgyhogy ez a szám, azt gondolom, hogy ez nagyon jól mutatja, és talán ez picit vissza is kanyarodik az eredeti kérdéshez, hogy mennyire ágyazódott be. Tehát ezeknek a látogatóknak a nagy része azért helyi, Szekszárdi, illetve Tolna megyei lakosokból tevődik össze, illetve hát részben azért a turisták is megjelennek a kiállító helyeinken. Van egy törzsközönsége a múzeumnak? Mindenképpen, azt gondolom, tehát van egy múzeumbarát egyesület, ami a Tájakkorok Múzeumok Egyesületből nőtte ki magát 3 évvel ezelőtt, változtatták meg múzeumbarát egyesületén nevüket. Ha jól emlékszem, közel 600 fős tagsággal rendelkezik, kirándulásokat is szoktak szervezni, de itt a hétfői napokon, amikor egyébként a múzeum zárva van, akkor a könyvtártermünkben nagyon sokszor ilyen vetített előadásokat tartanak, és hát ők az a bázis, akik részben a különböző rendezvényeinken is stabilan megjelennek, de ha segítségre van szükségünk, például a múzeumok éjszakáján, a kiállító terekbe teremőrként kell besegíteni, akkor ők is nagyon szívesen jönnek, tehát ez egy oda-vissza alapon működő kapcsolat, és azt gondolom, ez nagyon jól működik. Van egy jól megfogható célközönsége a múzeumnak, ez a gyerekek, akik a jövő múzeum látogatói lesznek. Ez pontosan így van.
az ő bevonzásuk mennyire sikeres? Ez folyamatos, és azt gondolom, hogy ha ami rajtunk múlik, azt megteszük. Illetve ami rajtunk múlik, az azt jelenti, hogy kiváló múzeumpedagógusokkal rendelkezünk, tehát fönt a Babicsházban, Vármegyeházban, illetve múzeum főépületében több mint 30 esztendeje folytatunk múzeumpedagógiai tevékenységet. Van egy másik folyamat, a gyerekeknek nagyon nagy a leterheltségük, és ebből adódóan, és ez főleg iskolai időszakban jelentős, hogy sokkal könnyebb óvoda, illetve kisiskolás gyerekeket a múzeumba elcsábítani, ha szabad ezt a szót itt használnom. Aztán később az egyéb leterheltségük miatt egyre kevésbé sikerül. De hát épp ez egy kihívás is, hogy megpróbálunk olyan típusú múzeumpedagógiai vagy egyéb rendezvényeket szervezni, amivel őket is megszólítjuk. Vagy a felnőtt korosztályt is akár mondhatnám, akik munkaidőben mondjuk nem tudnak eljönni. Van egy korosztály, aki kiesik? Azt gondolom, hogy talán pont ez az aktív és dolgozó réteg, akik kevésbé mutatkoznak meg, de pont rájuk gondolva találtuk ki ezt a rock talk show sorozatunkat, ami este 6 órakor kezdődik, vagy a Vármegyeházi estéknek a rendezvényei szintén ilyen viszonylag késői időpontban kezdődnek. Tehát azért próbálunk ekkor osztály felé is, ha nem is nyitni, de mutatni gesztusokat, hogy éljenek a lehetősége. A múzeum az úgy gondolom, hogy teljesen más, és nem csak a Szekszárdi Múzeum, hanem ezt általános folyamatként is megfogalmazhatjuk, mind ami akár 20, 30 vagy 40 évvel ezelőtt volt. Tehát sokkal jobb hely a látogató barát szempontból, mint akár régen volt, tehát a kiállítások sem feltétlenül ugye az anyag dömpingnek a bemutatásáról szól, hanem hogyan lehet élményeket szerezni, illetve játszva tanulni. És ugye ez megint csak összefügg és összekapcsolódik a múzeumpedagógusok tevékenységével. Én a múzeumok éjszakáján látom, hogy nagyon sokan jönnek családokkal. Tehát pont az a közönség, akiről beszélünk, egy-egy ilyen alkalommal lepi el gyakorlatilag teljesen a múzeumot, és valószínűsítem, hogy a gyerekek hozzák a felnőtteket. Igen, hát vannak azért egyéb családi rendezvényeink is, tehát az advent időszakában is volt, vagy májusban Mozaik Múzeumi roadshow tartottunk, amire tényleg nagyon sok család jött, úgyhogy igyekszünk erre támaszkodni, de van egy ilyen jellegű dolog is a gyerekeken keresztül, hogyha jó hírét viszik a múzeumnak, akkor feltehetően majd legközelebb is jó szívvel vagy nyitottan jönnek, akár családostól is, felnőtteket is hozva. Egy múzeumigazgató számára hogy lehet meghatározni a múzeum minőségét? A múzeum minőségét? Hát itt ugye az elvekről lehetne szó, hogy mégis a múzeumnak miről kell, miről szól és miről kellene, hogy szóljon. Tehát a múzeumnak az én felfogásom szerint egy nyitott térnek kell lenni, tehát próbáljuk éppen ennek jegyében szélesre tárni a kapunkat, tehát egy közösség szervező erőnek, minőséget szolgáltató kulturális intézménynek lennie, ahol mindenki meg tudja találni érdeklődésének megfelelő látnivalókat. Mennyire szakmai közösség a múzeum? Hát szakmai közösség is természetesen, hiszen ha nem is egy nagy, de azért mégis van egy szakmai stábunk. Tehát a múzeumban jelen pillanatban 44 fő dolgozik, és közülük 20 ember körülbelül, aki a szakmai stábhoz sorolandó, olyan értelemben, hogy muzeológusok, gyűjteménykezelők, restaurátorok, logisztikai feladattal foglalkozó munkatársak. Tehát az ő feladatuk, az ő vállukon nyugszik az, hogy milyen tudományos tevékenységet folytatunk, vagy milyen kiállításokat hozunk létre abban az évben. Mert nem arra törekszünk, hogy nem csak vándor vagy vendégkiállításokat hozunk be a falaink közé, hiszen a múzeum főépületében és a megyeházán is találhatók időszaki kiállítóterek, hanem lehetőség szerint helyi vonatkozású saját kiállításokat is tető alá hozunk. Ilyen volt legutóbb például Szekszárd a két háború között, ami tavaly májusig volt látogatható, de ilyen lesz például a következő jubileumi, tehát 125 éves évfordulóra az Aponyia 200 éve címet viselő kiállításunk, amit ide a főépületbe szeretnénk létrehozni, és a múzeumok éjszakáján nyitjuk meg. Ha már az elmúlt évről, meg az ez évről beszélünk,
Melyik volt az a kiállítás, amire a tavalyi esztendő alapján azt mondja, hogy ez volt az év kiállítása? Hát nagyon sok kiállításunk volt, időszaki kiállításunk is. Én nagyon szeretem, bevallom, a hónap műtárgya sorozatunkat, mert az egy olyan speciális dolog, ami nagyon kevés múzeum csinálja, de mégis ennek segítségével fel tudjuk villantani a gyűjteményünkben rejlő gazdagságot. Tehát az minden hónapban más és más gyűjtemény, egy-egy érdekes és kiváló darabjai kerülnek bemutatásra. És pont jövőre lesz az, hogy újabb 4 év eltelt, egy kiadványt már létrehoztunk ennek az anyagából, de jövőre nyár közepén zárjuk a következő 4 éves terminust, tehát lesz egy újabb kiadvány is ezekből az anyagokból. De nem megkerülve a kérdést, a nagy időszaki kiállításunk közül, amíg ma is látható fejedelmi kincsek, ezek az erdélyi tallérleletek, azt gondolom, ezek nagyon reprezentatív darabok, amit érdemes a látogatóknak megnézni. Én nagyon szerettem a Kisfoldi Stróp Zsigmond anyagát, Zalaegerszegről kikölcsönzött válogatott kiállítást, vagy előtte szintén a megyeházán Vincz Erika paksi illetőségű kalligráfusnak a gyönyörű munkáit is. Próbálunk pont a Tolna megyeiségre is appellálva helyi vonatkozású alkotóknak is teret adni, bemutatkozási lehetőséget. A 125 évről már beszéltünk, az év egyik nagy eseményéről. Mi az, ami ennek kapcsán, vagy ezen túl még megjelenik az intézményben? Hát mindenképpen folytatjuk a régi és jól bevált kiállításainkat, vagy előadássorozatainkat, tehát a múzeumi esték keretében majd ősszel új témakört fogunk körbejárni, de hát mivel azokon tanévhez kapcsolódóan, ugye ez még zajlik, hírhet gyilkosságok, most ez az a sorozat, de jövőre, tehát úgy értem, hogy szeptembertől híres perek lesznek valószínűleg a témakör. Nagyon örülök a pozitív fogadtatásának ennek a Gúzsba kötve táncolni című rocktörténeti talkshow-nak. Ezt is ugye a következő fél évben biztos, hogy folytatjuk, de ha beváltja a hozzáfűzött reményeket látogatószámban is, akkor ezt folytatni fogjuk ősszel is. Májusban mindenképpen szeretnék egy nagyobb előadást a múzeumunkról, illetve a múzeum alapítónak a tevékenységéről, vagy annak a létrejöttéről, tehát ezt majd valószínűleg a május 19-i múzeumok Wosinski emléknap keretében fogjuk tető alá hozni, illetve lesz 2 konferencia is, májusban, illetve márciusban, az egyik a rácokkal foglalkozik, a másik pedig római koros konferencia lesz. Tehát próbáljuk színesíteni és egyúttal ellátni a tudományos alaptevékenységünket is, mellette ezekre a nyitott rendezvényekre pedig várjuk szeretettel az érdeklődőket. Sok sikert ad az évre! Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!